Üres volt ma délután a Győr-Szent Iváni futópálya. A 10 millió forintba kerülő sportlétesítmény már fél éve működött, amikor pár hete ünnepélyesen átadták. Több osztály érkezett, és a diákok ki is próbálták. Az avatóra a közeli iskolából érkeztek a gyerekek. A szalagot Borkai Zsolt polgármester és Sík Sándor önkormányzati képviselő vágta át. Mindketten a Fidesz politikusai. A kisiskolások részvétele miatt a győri ítélőtábla fejenként 345 ezer forintra bírságolta őket. Iskolás gyermekek kampányeszközként történő felhasználásával megsértette a választási eljárásról szóló törvény alapelveit. A győri ítélőtábla szerint az átadót a kampányra időzítették. A politikusok ráadásul azt is hangsúlyozták, hogy a futópályát a fideszes önkormányzati képviselő keretéből fizették. Az RTL Híradó megkeresésére a győri önkormányzat azt közölte, a polgármester és az önkormányzati képviselő hivatalból volt ott az átadón, és szerintük egyikük sem kampányolt. A Fidesztől azt írták, az érintettek befizetik a bírságot. A párt azonban az Alkotmánybírósághoz fordul, mert az ítéletet értetetlennek tartják. Az átadó miatt az egyik MSZP-s önkormányzati képviselő fordult a választási bizottsághoz. Sokaknál kivágta is nálam is a biztosítékot, hogy a gyerekeket szülői engedély nélkül lényegében bevontak egy reklámfilm forgatásába. A győri ítélőtábla egy másik fideszes önkormányzati képviselőt 100 ezer forintra büntetett, mert Borsi Róbert az egyik általános iskolánál készített videót az ott megvalósult fejlesztésekről. 345 ezer forintos bírságot eddig csak Orbán Viktor miniszterelnök kapott, amiért 2018-ban óvodásokkal kampányolt. Ő akkor bírságbajnoknak nevezte Patyi Andrást, a Nemzeti Választási Bizottság elnökét. Tudjuk, hogy Patyi bírságolt meg engem, nem? A Választási Bizottságban, nem így? És végig is csináltam már nem egyszer ezt. Tényleg? És félek ott fönt egyébként egy szádróton lógni. Nem is neked csinálták, de ez ekkor. Köszönöm. Bírságbajnok. Tegnap a 16. kerületben óvodások körében adtak át egy tanyaudvart. Két kerületből voltak ott fideszes politikusok. A DK ezért a választási bizottsághoz fordul.